Több mint 830 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök tegnap a magyar határnál. A legtöbben Csongrád-Csanád vármegyében próbálkoztak, de szinte a teljes határszakaszon volt dolga a hatóságoknak. A rendőrség közölte, hogy az intézkedések száma idén már meghaladta 100 000-et, az egyre erőszakosabb migránsok miatt pedig a határvédők napi szinten élik át, hogy különböző tárgyakkal, téglákkal, kövekkel és fadarabokkal dobálják őket. A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerint valamennyi európai útvonalon nő a migránsok száma. Létrát támaszt a kerítésnek ez a migráns, majd kövekkel kezdi dobálni a rendőröket. Mások közben a térfigyelő kamerákban próbálnak kárt tenni. A határt védő rendőröknek sokszor csak fedezékbe vonulva sikerül elkerülniük a feléjük repülő husángokat, tégladarabokat. Mindennapos jelenetek a magyar kerítésnél. A felvételeket augusztus 25-én tette közzé a rendőrség. Az illegális bevándorlók ma már csúzliból kilőtt csapágygolyókkal és csavarokkal, illetve gázsprével is támadják a rendőröket. Idén eddig 7 rendőrt sebesítettek meg így a határsértők, és 113 autóban tettek kárt. A rendőrség közölte, a kerítés javítási költsége idén már meghaladta 260 millió forintot. Az illegális migránsoknál pedig több alkalommal is láttak lőfegyvert, továbbá hallottak lövéseket Szerbia területén. Azt, hogy a migránsok szinte minden nap lövöldöznek, a vajdasági településeken élők is hallják. Pénteken éjjel is ropogtak a fegyverek, pedig a szerb hatóságok egy nappal korábban átfésülték a határmenti erdőket, már éjjel elkezdték helikopterekkel figyelni a területet, aztán reggel terepjárókkal vizsgálták át a határ melletti szakaszt. Az M1 vajdasági tudósítója szerint rendszeresek a hasonló akciók. Szabadkánál és környékén volt egy nagyszabású akció, amikor mintegy 40 migránst találtak a határsáv menti erdőkben. Zomborban pedig a hét elején fésülték át a legnépszerűbb gyülekező helyeket. Ekkor nem kevesebb, mint 127 illegális bevándorlót gyűjtöttek be a hatóságok. De a migránsok sokszor még aznap visszatérnek, és nem csak a határmenti településekre jellemző ez, hanem a szerb fővárosra is. A buszpályaudvar melletti parkot ellenőrzik a rendőrök Belgrádban, amint meglátják őket, feloszlik a tömeg és elhagyják a helyszínt. Az illegális bevándorlók a közeli utcákban várják meg, hogy elmenjenek az egyenruhások. Alig telik el fél óra, és újból megtelik a migránsok gyülekező helye. Minél előbb el kell jutnunk Németországba vagy Franciaországba, a barátaink már ott vannak, ők mondták, hogy menjünk utánuk, mert ott jobb életünk lesz, mondta egy magát afgánnak valló férfi. A bevándorlók legtöbbször embercsempészek segítségével próbálnak átjutni a határon. A rendőrségi felvételek szerint a hatósági raktárak tele vannak összeszedett létrákkal. Idén már 747 eljárás indult embercsempészés miatt itthon, és több mint 100 000 illegális bevándorlóval szemben intézkedtek. Jelentős növekedést mutat. Valamennyi európai fő migrációs útvonalon nő a migránsok száma, erről a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója beszélt. Bakondi György szerint ezt tapasztalják Olaszországban, Spanyolországban és a balkáni útvonalon is. A magyar határon naponta most már átlagosan 900 migránssal szemben intézkednek a rendőrök, a határsértők pedig egyre erőszakosabbak. Korábban ugyan már voltak bandák között összetűzések, először késekkel, aztán pisztolyokkal, ma már géppisztolyokkal, de azért ez egymás közötti leszámolások voltak, vagy területszerzési, vagy területvédelmi összecsapások. Az elmúlt hetekben a lövöldözések a külterületekről most már átkerültek a belterületekre is. Bakondi György úgy fogalmazott, az illegális migráció kezelésében súlyos hibákat vétett az Európai Unió. Azt is mondta, reméli, hogy a közelgő uniós választások után az Európai Parlamentnek és Bizottságnak is megváltozik a bevándorlás politikája.